Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió a nézet adásának hallgatóit, Varga Zoltán műsorvezető és Jó és szerkesztő, Barna szerkesztő nevében is köszöntöm a rádió hallgatókat és a csatornán követőit, aki még nem követte be természetesen a csatornánkat, mint jó szokás szerint ilyenkor illik, én is beharangozom, hogy tessék bekövetni, csengőjel és stb., és akkor fognak kapni értesítést arról, hogyha ezen a csatornán új adás jelenkezik. És a mai beszélgetésünknek a témája, amivel foglalkozni, azt gondolom, hogy szinte azt lehet mondani, hogy mainstream téma, hisz a digitalizáció valamilyen fajta fiókjával fogunk egy kicsit foglalkozni. Részben kommunikációs területről próbáljuk meg megközelíteni, részben pedig talán azt lehet mondani, hogy oktatási területről is. Ha jó magammal, saját korosztályomból indulok ki, akkor velem szemben azt lehet mondani, hogy a kor megkövetel egyfajta tanulási készséget, a komfortzónámból egy kicsit ki kell lépni. Nem, mert olyan eszközöket kell a kezembe venni, amiben lehet, hogy kicsit suta vagyok, de ott vannak a fiai, unokáim, és valószínű, hogy ebben rendre utasítanak, hogy ezt nem így kell, hanem amúgy, és teljesen boldog leszek tőle, legalább a középpontba kerülhetek. De a viccet félretéve, természetesen van ebben is egy fejlődési lehetőség. De ennél sokkal előbbre tartanak nyilván azok a korosztályokat, akiket különböző betűjelekkel szoktunk szignálni, Alfa és egyéb generációk, akik viszont ebben. Már vagy beleszületnek, vagy ha beleszületésüket követően valamilyen módon tudatosan elkezdenek a szülők esetleg a pályájukról gondoskodni, akkor tudatosan ebbe az irányba is terelik őket, hisz minden erről szól, digitalizációról és egyéb ennek szakterületeiről. És pontosan emiatt hívtunk vendégeket a stúdióban, talán azt lehet mondani, mind a két téma csoport, bár szerintem legalább sokat felszoroltam, nemhogy kettőt, hogy erről a témáról nyissunk egy, egy, egy kis koketálós beszélgetést, egy nyitott beszélgetést. Professzor dr. Acél Petra vendégen, kommunikációs kutató, egyetemi tanára, Moholy, jó Jól mondtam? Igen. Nagy egyetemről, Köz, jó napot kívánok! Köszöntöm Önt is, a kedves hallgatókat is. És itt van még velünk a stúdióban Dóci Melinda, a Logis School marketing vezetője. Jó napot, Jó napot üdvözlöm a hallgatókat én is. Nos, bezzeg az én időmben, ugye ezt a mondatot talán még én is hallottam gyerekkoromban, de lehet, hogy már néha rajta az én számon is ez kicsúszik, hogy valami más volt, valami más változik ez a világ. Talán ez a mondást, hogyha nem pejoratívan, hanem úgy tényleg megpróbáljuk a velejét nézni, akkor tényleg változik, tehát tényleg vannak tényezők, amik megváltoznak. Ha ebben a, 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 a szociális kapcsolatainkban, az emberi kapcsolatainkban, a generációk közötti kapcsolatainkban kellene pár összefoglaló gondolatot mondani, akkor mit tennének ehhez hozzá, és a Petrának adnám meg a szót. Alapvetően minden generáció azt éli meg, hogy változások érnek minket. Ez egy generációs tapasztalás. Az azonban tény, hogy az utóbbi, 20-30 évben valamiféle gyorsulást látunk a generációk közti, hogy mondjam, szakadékok, tulajdonságok, élmények tekintetében. Miért mondtam szakadékot? Azért, mert a technológiai forradalom, vagyis azok a kütyük, készülékek és a mögöttük álló rendszerek, mint maga a digitális hmm. rendszer, vagy akár az algoritmusok, vagy most a mesterséges intelligencia, az, az ezt a fajta idegenségérzetet kelti azokban, akik korábban voltak fiatalok, vagy kezdtek el dolgozni, ugye ez nagyon fontos, és még nem kellett ilyen készülékeket használniuk, hogy valami történik, amivel nem tudunk igazán lépést tartani, meg kéne tanulni, de nincs kedvem hozzá, én már eleget tudok, miért követeli ezt meg tőlem az élet, és és nagyon idegenszerűen viselkedik az utánunk jövő generáció. Most már azt látjuk, hogy akár öt évente beszélhetünk generációs váltásról. Tehát, akinek van egy öt évvel fiatalabb testvére ma, és 15 éves, az, az annak idegen lesz néhány dolog, amit a 10 éves testvére csinál. És ezt folytathatnánk aztán. Tehát ezek a betűjeles dolgok, ezek csak egy megnevezés, alapvetően azt az öt évet érdemes figyelembe venni. Ez azért gyors. Tehát amikor régen azt mondtuk, hogy egy nemzedék 40 igen. évig élmény közösségben él, ugye? Vagy aztán 20 évig ilyen generációs közös érzette van, a, ugye a 68-asok, meg a nem tudom kicsodák ismerjük ezeket. Itt ezt ma már gyorsabban kell látnunk. És az, hogy mögött csak a technológia lenne, az nyilván vitatható, de az, hogy a, az új kommunikációs technológiák ekkora közelséget, ilyen állandó elérhetőséget, ilyen könnyű elérhetőséget, alapvetően ennyire globális vagy, vagy világra szól elérhetőséget adnak, ez egy új tapasztalás. Tehát az, hogy nem kell találkozni, és veled vagyok, az, hogy nincs kikapcsolt készülék. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy mondjuk az én fiatalságomban nem volt hétfőn televízió Tipikusan posztszocialista élmény Igen. egyébként. Tehát, hogy azért Amerikában nem ugyanez volt a helyzet, és Nyugat-Európában sem. Az én gyerekemnek már több tíz, száz, ezer csatornához volt hozzáférése, és aztán a való idejű messengerekhez, üzenetküldőkhöz. Ez nem egyszerűen csak annyit jelent, hogy én ezt megtehetem, hanem azt jelenti, hogy a stílusunk közvetlenebbé válik. Elvesztődnek bizonyos társas formák. Ha másképp kezdünk el egymással beszélni, mert akit egy egyszerű dolog, gondoljunk vele, hogy régen, ha felemeltük a telefont otthon a vonalast, akkor bemutatkozott az, aki telefonált, hiszen nem tudtuk, hogy ki telefonál. Ma ezek a formák teljesen kivesztek, hiszen én látom a egyszerű dolgok. A formalitás, az, hogy nem szólítunk már, már egy e-mailben, mert nem azért írunk e-mailt, és az e-mail az már dinoszaurusz műfaj, ugye? Tehát mi, mi, miért, miért szólítanék meg bárkit, mondjuk egy messenger üzenetbe, hiszen látom, hogy ki van írva, vagy üzeni, sőt, a képét is látom, sőt, a ruháját is látom, sőt, ha akarom, egy valóidejű videót látok róla. És mondom, ezek csak apró lépések, ezek hatnak az intézményi viselkedésünkre, a generációk egymás közötti viselkedésére. Én egyetemen tanítok, teljesen, teljesen természetes, hogy ma úgy köszönöm be egy hallgató, hogy szia! Nyilván a válaszom az nem ilyen lesz, mert én még tartom magam a, a magyar sokféle gyönyörű bőséges megszólítás kincséhez, amitől nyilván avittasnak vagy konzervatívnak tűhetek, de ez büszkén válasz. Én bolti bevásárló élményeimnél vagyok, ugyanígy, de szerintem ezt. Hogy egy kis tapasztalják, amikor letegez kapásból az eladó, attól én még nem biztos, hogy vissza fogom tegezni. Lehet, hogy én is avittas leszek, de től még ugyanúgy jó ízűen elköltöm ott a pénzemet. Na, és akkor a, hogy van ez, amikor önök esetében fiataloknak adnak egyfajta, és ezek nagyon fiatalok, tehát ugye ők még nem is egyetemi korosztályról beszélünk. Egy olyan, ez most az Igen, igen. Ez egy, egy olyan sztorit, egy olyan ötletet adnak a kezükbe, ahol egyrészt a szülőt is valahol partnerré kell ebbe tenni, mert ugye a kis iskolai korosztálynak a képzése azért szerintem még a szülői fennhatóság alatt van nagyon. És ugyanakkor önök meg nyilván nem is az a generáció, akik feltétlen értik vagy érteni vélik azt a generációt. Meg kellett ezt tanulni? És hogy a bezzeg az én időmben az önöknél hogy van? Igen, én, én két dolgot tennék hozzá az, amit, amit Petra mondott, és, és maximálisan egyetértek. Ugye az, a, az elején elején arról beszéltünk, hogy hogy a generációs különbségek, és hogy ez a fejlődés mennyire felgyorsul, uh -huh. és hogy ennek gyakorlatilag az alapvető motorja az a technológiai fejlődés, a digitalizáció és ezek az eszközök, amiket, amiket használunk. És és nagyon fontos, hogy, hogy a, már most a szülők, és igen, még akár egy nagyobbik testvér sem tudja megtanítani az, azokat a, az eszközöket, amik, amik, amik jönnek, napról napra fejlődnek, és, és most már ott tartunk a mesterséges intelligenciánál, hogy hónapról hónapra látható a, a fejlődés, úgyhogy, úgyhogy kell, kell egy olyan általános, oktatási intézmény, vagy, vagy egy lehetőség a gyerekeknek, ahol ezt, ezt meg tudják tanulni, mert, mert lemaradnak ugyanúgy, ahogy, ahogy, ahogy a szülők, ahogy említetted, hogy, hogy, kicsit, kicsit, hát ez egy nem biztos, hogy jó szó, de hogy nyűgös az, hogy, hogy, ezt nekem hogyan kell használni, hogyan, hogyan tudom én felnőttként ezt, ezt adaptálni. És a második gondolat, amit, amit hozzátennék, hogy hogy igen, úgy tűnik, hogy ez a generáció, ezek a generációk ebbe beleszületnek és természetes módon használják ezeket az eszközöket, és úgy tűnik, hogy ez most már nem elég. Tehát a azt, hogy hogy használjuk ezeket az eszközöket, az, az, az szintén kevésnek. Bizonyul, meg kell tanulni, meg kell tudni ismerni azt, hogy hogy hogyan lehet ezekkel az eszközökkel gyártani, hogyan működnek ezek az eszközök. Mert hogyha értjük, hogy hogyan működnek, ha tudjuk azt, hogy hogy milyen logika van mögötte, milyen gondolkodásmód van mögötte, akkor, akkor ezek a, az új eszközök, amik, amik jönnek, azokat is könnyebben tudjuk megérteni, és, és így tudunk lépést tartani gyakorlatilag a fejlődéssel. Mert nagyon sok szakértő vizsgálja, hogy ugye hova fog ez vezetni, és, és valóban egy, hát gyakorlatilag egy szakadék szélén állunk, ugye a, 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 fejlődés az, az exponenciálisan nő. Nem tudhatjuk, hogy 5-10 év múlva milyen szakmák lesznek, nem tudhatjuk, hogy hogyan változik majd a világ, de ehhez úgy tudunk úgy, úgy tudjuk felkészíteni a gyerekeinket, hogy hogy ezt a fajta gondolkodásmódot megismertetjük velük. Meg, megismertetjük azt, hogy hogyan mire vigyázzanak, hogyan kerüljék el a veszélyeket, hogyan, hogyan kell kezelni ezeket az eszközöket. Hogy, hogy tegyek hozzá Erikához két, két dolgot. Az egyik az az, hogy az azért mítosz, hogy aki beleszületik, az jobban tudja. Pontosan. Egész egyszerűen csak természetesebb számára ez a közeg nem idegenkedik, akár úgy, mint egy ma már szenior vagy vagy idősebb generáció magától, a, a, akár a fizikai készüléktől, ugye? Aha. De ez önmagában nem jelenti azt, hogy például képes felfogni, akár életkora miatt is, hogy milyen morális következménye Igen. lehetnek a jövőre, vagy a saját jövőjére nézve, milyen morális következményei, és egyéb praktikus következményei, hogy egyszer csak majd a munkáltatója megtalálja ezeket a nyomokat, Igen, és így pontosan, tovább. pontosan. A, a másik pedig az, és egyébként a COVID idején jöttünk rá, hogy messze nem olyan felkészültek, mint ahogy hittük. Csak egy példát, hogy mondjuk sokan mondják, hogy a ma 50-esek, 40-es, 50-esek, x-ek, ugye? Fura módon, mivel nekik mindent tanulni kellett, tehát elindulnak a kézírástól az írógépen át, és eljutnak uh -huh. a, a, a digitális a sokkal könnyebben tanultak, mert nem játszani tanultak meg először ezeken a gépeken, hanem már dolgozni. Tehát amikor a covid ott volt, hogy és online kell, és online kell tanulni és dolgozni, akkor könnyebben tanult, mint az a 20 éves generáció, akinek ez addig a köze közege volt, és egyszer csak. Teljesen professzionális célokra, nagyon céltudatosan kellett Igen. használni. A másik az az, hogy a fejlesztők mostanáig ez ezt a user-friendly dolgot erőltették. Tehát minden készülék az utóbbi 20-30 évben úgy készült, hogy az egyén, mint felhasználó egyre kényelmesebben tudja használni, tehát álljon neki kézre az a gomb, ne kelljen igen, gondolkodni, igen, igen. szinte ösztönösen ugye a, a szemgolyó mozgás vizsgálatoktól. Ebben hatalmas pénz, ebbe ebbe pénz volt. Pénz volt, igen, és érve, van is, igen. csak hogy. Maga a fejlesztés rendkívül környezetbarátságtalan. Gyakorlatilag rájöttek arra, hogy, hogy valami közösségbe kéne gondolkodni, tehát eddig nagyon megcéloztuk az egyént. És ugye a Hit ülünk, tehát ez azért nem lényegtelen dolog, hogy arra is rá kell nevelnünk a fiataljainkat, hogy az a világ, amiben ezt a digitális vonalat ennyire nyomjuk, egyszer csak megkérdezi tőlünk, hogy az egyénen kívül gondoltunk-e a közösségekre. Én ezt akartam kérdezni egyébként, akár mind a kettőjüktől, de nyilván ott, ahol kisebb korosztályjal találkoznak nap, mint nap, hogy vannak-e olyan, a munkaterületökön olyan felkiáltó jelek, olyan villogó piros lámpák, hogy na azért a közösségbe való integrálást, a, azokat a humán készségeket, amik egyébként a közösségi kapcsolatokban fontosak, azokra is rávilágítsak, ne csak a technológiára. Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy, hogy azáltal, hogy a gyerekek logikai játékokat, megtanulnak logikai játékokat fejleszteni, egy közösen, tehát, hogy, hogy az elsődleges Ö, oktatási forma nálunk a csoportos ö, foglalkoztatás. Ö, maga a, a, a közösség az, ö, az nagyon fontos a, a Logi School számára, és a gyerekek, gyerekek együtt működnek. Igaz, hogy ugye ö, a saját maguk csinálják a projektet, de benne van a gondolkodásban az, hogy hogy ezek hogyan kell együtt működve dolgozni, sőt kifejezetten van egy úgynevezett master development kurzusunk is, az már a kicsit nagyobbaknak, ahol, ahol arról tanulnak, hogy hogyan kell projekteket vezetni, nyilván, nyilván az ő nyelvükön és, és az ő fejlettségi szintjük, szintjükhöz viszonyítva, de nagyon fontos, hogy ezeket az aspektusokat is behozzuk, igen. Nyilván ezek a, a hogyan, hogyan tud úgy boldogulni, hogyha egy problémával szembe találja magát, az élet bármilyen területén, nem csak, nem csak digitálisan, akkor, akkor ezt hogyan tudja kezelni? Tehát ez a fajta pro, probléma megoldás, ez a fajta logikus gondolkodásmód, ezt, ezt hogyan hasznosíthatja az élet bármi területén? És hát senki nincsen egyedül, tehát együtt kell, együtt kell működnie a, a, az embertársaival, még, még akkor is, hogyha egy, egy laptop előtt ül éppen, és most már azért nagyon sokan minden nap a laptopunk előtt ülünk. Ennek én azért megkérdezem, hogy, hogy az önök meglátása szerint mégis azt lehet látni, mint hogyha azért ez egy ilyen társadalmi nagy kérdőjel, nagy probléma lenne, hogy ebben ebben nem vagyunk olyan jók. Tehát ezekben a társas együttműködésekben sokkal több az olyan pszichés eredetű teher, probléma, akár betegségeknek a száma is növekedik, amik erre utalnak, hogy, hogy valahogy úgy a, a, a magány az rombol, a közösségi létre meg képtelen vagyok. Tehát hogy, hogy mi, mi, mi lehet ennek a hátterében a fő probléma? Érdekes megnézni, hogy a ma 60-70 évesek és a ma 10 évesek között van-e valami tipikus betegségváltozás, tehát hogy mik a fő egészségügyi kihívások. Aha. És uh, úgykörül ezt átnéztük, és egy nagyon érdekes tendencia derült ki, hogy amíg a háborús és a háború utáni generációknak a szívbetegség volt, aztán jött ugye a cukor, addig a mai generációnak a mentális betegség. Aha. Tehát a figyelemzavar... A, a, a kapcsolódás, a meg nem elégedés, az örök éjség, az örök ébrellét problémája. Tehát, hogy nincs kikapcsolódás, nincs csönd. Egyen szép kunderának a lassúság című regényében van egy részlet, hogy hol vannak már a vándorlegények, akik néha nem csinálnak semmit, csak csöndben nézik a csillagokat. Ha hogy ez a generáció nem tud csöndben nézni csillagokat, mindig minden ebbe van kapcsolva, és ha ott nem történik valami, akkor ez az ésség, ez a vissza nem igazolása annak, hogy én vagyok. Ez olyan mértékű, egyébként ezt érdemes tudni, hogy ma az Egyesült tehát Államokban azt látjuk, hogy a, hogy a tizenévesek 54%-a valamilyen mentális zavarral küzd, és ennek, a, ennek az 54%-nak a 40% a gyógyszer szed rá. És ezek hatalmas arányok. Tehát ez egy teljes generációt, egy nagy populáción érint. Ugyanezt látjuk Magyarországon. Lassan jön fel egyébként az egyetemi generációba is ez, hogy egyre több a lelki természetű betegség. Tehát a szívtől eljutottunk az agyig a betegségek tekintetében, és ez biztos, vagy egy kicsit azért is van, mert bár látszólag ezek közösségek, valójában, és egyébként lehet is rájuk számítani. Tehát furcsa mód, példaként mondom, hogy amikor, amikor valami elvész a kutyám, és bejegyzem valamelyik, uh -huh. akkor azonnal a közösségi oldalon, akkor azonnal rengetegen segítenek, sokkal többen, mintha összeesnék az utcán akkor Ilyen. lehet, hogy elmennek mellettem. Ugye a nagyvárosok tipikus problémája, hogy érzéketlenek vagyunk, meg azt várjuk, hogy a másik segítsen. De ez valójában mégsem igazi segítség. Tehát nem indul el, nincs ott fizikailag, nem ölelhetem meg. Nem, nem érzelmi. Nem érzelmi, hanem egy virtuális, ha úgy tetszik, szimulált, ha úgy tetszik, csak képzeletbeli kapcsolat, ahol kapok bíztatást, kapok információt, de abban az érzelmi bizonyosságban nem tudok elmerülni, hogy ő tényleg van nekem. A, nagyon érdekes, hogy tudjuk, hogy a mai napig ugyanannyi fix kapcsolatra van szükségünk, mint száz éve, körülbelül ötre. Ha az megvan, akkor alapvetően biztonságosan, mentálisan és érzelmeg jól érezzük magunkat. Na most ugye ezek a rendszerek ezer meg ezer kapcsolatot kínálnak, és nagyon nehéz arra az ötre, rátalálni. Igen, de ugye pont, pont az ambivalenciába az, hogy mégis emellett meg Szinte azt lehet mondani, hogy mintaértékként van elétárva a fiataloknak a szingli kultúra, tehát hogy maradj egyedül, vállalj egyedül gyereket, vagy mit tudom én, a meg önmagad. De ugyanakkor nézze meg az ellentmondást, hogy ugyanakkor meg adjuss magad úgy, mint aki minden pillanatban nagyon vonzó, nagyon kelendő. tehát igen. legyél állandóan a igen, piac, igen. kvázi a testek piacán és a igen, külső igen. jegyek piacán. Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy miközben az emberek küzdenek ez, ez, ezekért, hogy én azt csinálhassam, amit akarok Voltak éppen egyre, egyre közhelyesebben próbálnak normáknak megfelelni. Ezért is van, hogy a fiatalok, a lányok többségének például nagyon, nagyon furcsán alakul az önképe. Mert hogy úgy kell kinézni, csücsöríteni igen, kell, egyfajta egyenkülső, ez egy nem, nagyon nagy probléma. Nem, igen. Most ez a teljesen hasonló külső, hogy a szépség az, mindig a húsos mindig a telt keblek, mindig a kivágott ruhák, tehát gyakorlatilag miközben Itt minden Itt azért rá kell, szívül... hogy kérdezzek önnél arra, hogy, és aztán majd mindjárt oszlatom újra, porlasztom a témát is, de azért, hogy maga az a kommunikációs dömping, ami ér bennünket, abban azért vannak fajsúlyok, tehát például a testkultusz kapcsán akár a pornóvilága, akár az ilyen egyéb más kereskedelmi hajszák, hogyha így nézel ki, akkor fogsz jól kinézni, akkor sosem leszel 40 pluszos, mindig is 28 pluszos maradsz. Tehát, hogy ezeknek a hatásmechanizmusa az, az nem tud semmilyen közegbe sem csak a csillagos ég alatt? Észre kell azt szerintem vennünk, hogy 200 év alatt a, a beszédtől és a szövegtől eljutottunk a képig. Igen. Ma csak az számít, ami látszik. Igen. És ugye vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy ez a homovidens, igen, igen, igen. a mindig a látással táplálkozó befogadó kultúrája, aminek az a nehézsége, hogy ha mindig csak a látás miatt hiszem el, akkor csak az van, ami látszik, és nem tudok elvonatkoztatni. Márpedig az emberi érzések, szociális képességek többsége valami elvonatkoztatáson alapul. Most mondok egy példát, azt mondom, hogy szeretek valakit. A szeretetet nem tudom egy ábrázolni, bár nyilván mondjuk Valentin napon szörös szívek és egyéb ringó alkalmatosságok ezt bemutatják, de valójában ez egy összetett és nagyon absztrakt érzés, ami egyébként meg mindennapi gyakorlatokban kell, hogy megmutatkozzék. Ezt nem tudja megmutatni nekem a média, azt viszont meg tudja mutatni, hogy mi a szépség, hogy mi a siker, hogy mi a gazdagság, hogy mi az érvényesülés. Tehát azt gondolom, hogy itt nem is a, a csendes égnézeketésre van szükség, hanem olyan valódi közösségekre, amelyek a látvány és a mindig minden csak akkor számít, ha látjuk. Ugye hívő emberként azt is mondjuk, hogy az örök tamáskodás, ha nem látom, nincs is, ugye, ez, a, ez a, akkor nem hmm. létezik, abból visszahoznak minket az elvonatkoztató, elmélyült, sokkal összetettebb, sokkal több tényezős gondolkodás felé. Tehát én azt gondolom, hogy itt a direkt közösségek kicsit lassabb, direkt, rituális közösségeknek a megléte segíthet. Nem az egyedül lét. Tehát nem, nem, nem pusztán a leszűrődés. Igen. Bocsánat, Parancs. itt, igen, itt igen. kicsit a gyerekek kapcsán a, a szülői felelősségre hiévnő fel, a, volna fel a figyelmet, mert. mert és volna egy még a legelején amikor arról beszéltünk hogy hogy mennyi impulzus ér minket és hogy nehéz kikapcsolni és, és, és nehéz letenni mert mert folyamatosan valami fajta zaj van hogy hogy én úgy gondolom hogy a szülőknek nagyon nagy a felelőssége abban hogy hogy tudja, hogy milyen fajta digitális használatra van szükség a gyereknek, és mikor van az, amikor amikor le kell tenni és azt mondani, hogy hogy, hogy vége van, és, és egy nagyon érdekes élményt szeretnék megosztani gyorsan. Nekem van egy 11 éves kislányom, ő a kisebbik, és, és a, múltkor, a múltkor jött, hogy anya, unatkozom. És, és igazából megörültem neki, és mondtam neki, hogy ez nagyon jó, és most akkor közösen unatkozunk, mert kell az az időszak, amikor, amikor, amikor leülepednek az élmények, Mondtam, hogy ilyenkor most tulajdonképpen fejlődsz, és hogy ennek most örülünk, és nem fogunk semmit se csinálni. Nem kapcsoljuk be a tévét, nem, nem nézünk semmit, nem, nem, nem nézünk. Ugye ezért tragikus, amikor látjuk a buszon, a villamoson, a, az étteremben, vagy éppen egy váróban, hogy azonnal, ahogy a két-három éves gyerek türelmetlenkedni kezd, a kezébe adnak egy készüléket, hogy nehogy unatkoz, és ugye a tudat elfelejti betölteni az űrt. Uh, ugye, amit, amit a, ha valaki hosszú úton vezet, és akkor gyakorlatilag elkezd az agy kompenzálni, tehát hogy, hogy a monotonitást Igen. azt leküzdi, és attól fejlődik. Uh, úgy nem, nem, engedjük, tehát a gyerekeinket azonnal külső ingerekkel lekötjük, nehogy sírjon, ugye nehogy, nehogy zajt csináljon, nehogy kellemetlen legyen nekem elsősorban. Most azért szerintem, nem tudom, hogy, hogy látjátok, meg a kedves hallgatók, hogy látják, de mindig a szülői felelősséget hangsúlyozok, ő az a szülő, aki a munkahelyén úgy jön el, hogy tele van még e mail -el, aki, a, akitől azt várja a munkáltatója, hogy vegye fel a telefont munkaidő után is, mert ez csak egy hívás aki úgy érzi, hogy hogy ez nem számít, tehát hogy ezt fogja tudni otthon is menedzselni a családi vacsora közben, mert ez tényleg csak egy hívást tesz, tegyük a szívünkre a kezünket, jó, akik itt ülünk, hogy, hogy mennyire, mennyire engedjük meg magunknak, mennyire, mikor nyúltunk, akár mi, akik ittenél az asztalnál ülünk utoljára az on-off gombhoz egy készüléken. Tehát Ilyen nem csak simán helyez. lehajtottuk a laptop tetejét, nem csak simán elméni, elnémítottuk, hanem kikapcsoltuk. Tehát ha az akkumulátor bírja, akkor mi nem kapcsoljuk ki. Ugyanettől a szülőtől várjuk el, hogy a gyerekének egy egyébként rá nem jellemző regulát előírjon. Azt látjuk a legfrissebb kutatásokban, hogy a gyerekeink médiafogyasztásának a döntő hatása a szülő, hogy én hogy viselkedem. Tehát ha én hazamegyek, és nem teszem félre, és ha én felveszem azt a telefon, mert tudod, kicsim ez a főnököm, akkor, akkor ott, ott eldőlt a dolog. Ha azt látja, hogy, a, hogy a, ott van a telefonom az ágyam mellett, és adott esetben nem tudok aludni, akkor azt veszem föl, akkor ő éjszaka ugyanúgy elő fogja venni. Tehát mindennél fontosabb például a szülői minta hogy ezeket mi hogy használ. Akkor igazából nem is, nem is szülői, mondjuk ez már így messzire megy, de inkább egyéni felelősség, igen, hogy, igen. Hogy, hogy, magunk szempontjából is igen letegyük. De nem azért megfogalmazódott, hogy most ide raktunk az asztalra egy jó nagy probléma. Talán egy médiában, <laughs> média nem? Média zavar, igen, igen, is az ezt, hogy hogy is ebből egy média. De talán a felelősség a média részéről média legalább igen. megvan, hogy felvállaltuk ezt a témát. De, de a, a, probléma kupacban én, én egy, egyetemelnék így ki így a beszélgetésnek valamilyen fajta lekerekítéseképpen is, hogy, hogy azok a például a testképzavar kapcsán jutott ez eszembe, de, de akár itt egy kicsit majdnem belementünk már a függőségek ügyében is, ami ugye ki tud könnyen alakulni, főleg akkor, hogyha Hogyha nem kap valamilyen fajta segítséget az, aki belekerül valamilyen problémába. De de a, a gyerekek esetében, vagy, az, vagy, vagy egy rossz szülői magatartás, és mondjuk ő szeretne ebből javulni. Mi az a támogató közeg, ami segít ezeken a problémákon túljutni. Tehát mi, mi, hisz egy, például egy függő embernek is nyilván az a legjobb, amikor a környezete támogatólag lép fel, hogy abból, ő ki tudjon jönni abból, azon az úton valaki ott legyen benne. Vele. Most ugye nem feltétlen csak az anonim alkoholisták körére gondolok, hanem, hanem egy családra, barátokra, munkatársakra bárki, aki ezt felismeri. Igen, én, idem? a, én azzal kezdeném, hogy, hogy ugye a, mondjuk az alkoholistákat említettük példának, hogy ez azért nem olyan, ezt nem lehet teljesen letenni. Tehát amíg, amíg egy alkoholista meg tudja mondani, nagyon nehéz, és, és egy erős döntés, de azt mondani, hogy én soha többet nem iszok egy kortyot sem, a, a, digitális eszközökkel ezt, ezt nem tudjuk megtenni, tehát egy olyan fajta visszalépés kell a használatban, egy nagyon nehéz, tudatos lépés, hogy, hogy igenis kevesebbet, de tudatosabban használom ezeket mm. az eszközöket, és igenis, igenis, leteszem, hogy ebben a, a a közvetlen környezet hogyan tud segíteni, vagy, vagy ö, ö, egy Értie külső ért, igen, ugye. igen, vagy egy külső segítségre van szükség. Ez, ez jelenleg, és itt igazából segítséget fog kérni, de én, én úgy gondolom, hogy ez most még nagyon nehéz, hogy hogyan lehet ezt megtenni, ami, ami szerintem nagyon fontos az a magunk és, és, és a gyerekeinknek is a, a fe, az oktatása, a felkészítése, hogy ezek tulajdonképpen mik ezek az eszközök. Tudni azt, hogy, hogy miért is használjuk, hol vannak a határai, miket tud, milyen, milyen lehetőségek vannak vele. És, és hogyha ezt, az, ezt a fajta egyensúlyt megtaláljuk, akkor, akkor lehetünk sikeresek a jövőben, és nem csak sikeresek, de boldogok is. Én úgy gondolom. Ja, annál is kevésbé lehet letenni, mert nem is akarjuk letenni, mert valójában azért az előnyeiről most nem beszéltünk a, az információhoz való könnyebb hozzáférés, Igen. egyfajta kiegyenlítődés abban, hogy, 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 ki mit tanulhat például, hát ma már a legelitebb egyetemek ugye online kurzusokat hirdetnek. Szerintem van három fő szabály arra, hogy, 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 hogy jobbak legyünk. Az egyik, hogy senki ne higgye, hogy, hogy minden tud erről. Uh -huh. Tehát nem Igen. létezik ma ilyen ember. Magyarán a nem tudásaink közösségi bevallása kötelező. <laughs> e, és osszuk meg a nem tudásainkat, a hibáinkat. Mindig ott van a baj, amikor a szülő minden tudóként, a tanár minden tudóként, a, a média szakember minden tudóként lépve. Nincs minden tudó. E, kérjünk egymástól tanácsot. A másik a. Az, az önkritika. Tehát, hogy néha meredjünk a saját hibáinkra. Tehát miközben ugye ez a, e, a vizet prédikálunk, de tudjuk, hogy mit iszunk helyette. Tehát néha meg lehet azt próbálni, hogy az ember naplózza, hogy mennyi időt töltött ezzel. Én nagyon ajánlom a bőtöket, tehát a digitális bőtök Nem. jók, húsvét előtt, karácsony előtt, olyan ünnepek előtt, egy-két nap. Ajánlom, hogy néha keresünk külső, és ez, ez az utolsó, külső olyan helyeket, ahol egész egyszerűen nincs ott még az a technológia. Tehát vagy nincs elektromosság, vagy nincs lefedettség, mm. vagy, tehát magyarán, amikor az a kényszer ott van, elképesztő érdekes, hogy az ember három napig úgy érzi, hogy meg, meghalok. Hát nem, senki nem, nem ér el, most mi lesz velem, és három nap után kiderül, hogy nem dől össze a világ, a jó Istennek hála, tényleg nem dől össze, és utána következik el a pihenés. És az a fajta megértése a, a, természetes életnek, hogy így is lehet élni, tehát magyarán az én döntésem, hogy ezt milyen mértékben veszem vissza. És én ilyen kiegészítő javaslat. én azért nagyon remélem, hogy a közeljövőben születnek majd olyan szabályok, hogy nem lehet munkaidő után e imélezni, nem lehet üzenetet küldeni, nem lehet valakit felhívni, vannak már ilyen törvények Európában. Ez annál is inkább fontos, mert a mesterséges intelligencia teljesen új kihívások elé fog állítani minket. Itt most már olyan tartalmakról van szó, amelyeket nem ember csinál, nem emberek vannak benne, de minden úgy tűnik, mintha ember lenne mögötte. És ez a hitelességnek, a bizalomnak egy új fejezetét nyitja meg, amiben nagyon-nagyon érdemes beszélgetnünk, együtt lennünk, őszintének lenni, és a nem tudásainkat bevallani. Próbáltunk pont az adás előtt Melindával erről pár szót váltani, de úgy érzem, hogy ez lesz majd egy következő beszélgetésünknek a tárgya, mert kellően öblös is hozzá a téma, tehát időt kitöltő tud lenni. Úgy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk a stúdióban, és remélem, hogy innen tudjuk folytatni. Professzor dr. Acél Petra, kommunikáció kutató egyetemi tanár volt a vendégünk, és Dóci Melinda, a Logic School Marketing vezetője. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi köszönjük a meghívást, a lehetőséget. Köszönjük szépen. Köszönöm.